Az emberi szervezet egy csoda. A hármas hatással dolgozok én is például. Tehát test, lélek, szellem. Ebben a műsorban hangzik most el először. Nagyon fontosnak tartom azt, hogyha valakinek van egy bizonyos fokú tudása, legyen az egy feltaláló, legyen az egy biokémikus, aki tényleg így érti az adott területét, az el kell, hogy mondja a többi embernek, meg kell, hogy ossza másokkal. Mert ha nem teszi, akkor az nem igazi tudás, az önzőség. A tudás az, amikor megtanulok valamit, összerakok valami kombinációt, megfejtek valamit, rájövök valamire, ezt hívom megoldásnak például, és átadom a többi embernek, mert jobbá akarom tenni a világot. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Szia Péter! Szia Attila, hogy vagy? A lényeg az, ez csak azért ismételjük önmagunkat, mert a mostani kedves vendégünkkel már beszélgettünk, egyszer itt évekkel ezelőtt, és folyamatosan bennem volt az ő neve, tevékenység, és tudjátok, vagy tudod, hogy miért? Azért, mert mindenki félti ezt a, én csak egyszerűen józan parasztészre elmondom, az én kis saját egészségemet, meg az immunrendszer, amiről nem sokat tudok, csak tudom, hogy az nagyon fontos dolog, mert én ilyen káros ember vagyok, lényegtelen, és az, hogy közben nézek embereket, és elhíznak, orvosról orvosra járnak, gyógyszertárból szinte slágert csinálnak a gyógyszertárba járásba, és hogy miért nem tesznek, hogy miért nem vesznek egy 5 dolláros leértékelt sportcipőt, egy sportandrágot, egy trikót, és futnának például. Már akkor is teszek érte valamit. És remélem ez a mostani beszélgetésből is ki fog jönni, ugyanis Réti Nagy Róbert a természetgyógyász a mai vendégünk, és én tudom, hogy te sportos ember vagy, tehát te sportman vagy, és tényleg kíváncsi vagyok, hogy miért nem ezt mondjuk először, vegyél már a cipőt, hogy fussál, vagy ne vegyél, vagy mezítláb fussál a tengerparton, most jó idő is van, hogy tegyél már magadért valamit, hogy ez engem úgy idegesít. Tehát mondjuk én sem sokat teszek érte, ez a baj. Tehát nekem is ugye futnom kellene minden reggel, biciklizni, majd most jön a gyerekem, most biztos, hogy bicajozni fogunk, föl vagyok rá készülve, de hogy egy kicsit úgy mozgolódni, mert nagy valószínűséggel én úgy képzelem józan paraszt észre, hogyha én mozgolódok, akkor a szervezetem is úgy reagál, a belső részek is, nem? Mm-hmm. Jó, látom valamennyire az irányt? Abszolút jó. Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit. Bár most Robi, bocs, egyébként úgy nézel ki, mint egy Forma 1-es autóversenyző, vagy egy ilyen NASCAR-os. Bejöttél, egyből láttam a szemveg, kedvenc szemvegmárkámat, meg a kockázászló, ugye Peti nagy autós, minden, de én is imádom ugye az autósportokat. Igen, mert én Peti barátomnak az invitálására jöttem, és hát ugye mi meg ugye autós emberek vagyunk, tehát ez a hobbink, és tehát hogyha Peti, akkor így az így. Tehát így beugrik nálam. Na, de a felvetésedre szeretnék de reflektálni, teljesen egyetértek vele, csak a kérdés az, hogy miért nem csinálják emberek. Igen, tehát azért nem csinálják, ez az én véleményem, mert felcserélődtek az értékrendek. Tehát az értékrendek felcserélődése, a kényelmi zóna, a tudáshiány, elnézést kérek, ezért, tehát azok nemében is, akik rendelkeznek megfelelő tudással, hogy felelősséget tudjunk vállalni önmagunkért, az egészségünkért. Az, hogyha valaki már önmagáért vállal felelősséget, az egy óriási, óriási dolog manapság. Ha valaki még másokért is, na az nálam már, tehát a dobogón van. Uh-huh. Tehát az már azért komolyabb sztori. És mint hogy az előző percekben is elmondtam, itt volt egy ilyen baráti beszélgetés tehát a riport előtt, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogyha valakinek van egy bizonyos fokú tudása, legyen az egy feltaláló, legyen az egy biokémikus, aki tényleg így érti az adott területét, az el kell, hogy mondja a többi embernek, meg kell, hogy ossza másokkal. Mert ha nem teszi, akkor az nem igazi tudás, az önzőség.
A tudás az az, amikor megtanulok valamit, összerakok valami kombinációt, megfejtek valamit, rájövök valamire, ezt hívom megoldásnak például, és átadom a többi embernek. Mert jobbá akarom tenni a világot. Ez vagyok én. De miért nem adják át? Miért tartja bent? A legtöbb ember átadja, de ismerek olyat, és sajnos nagyon sok esetben van, és bizonyos szervezetek direkt nem adnak ki információt, uh-huh. hogy ne legyen jobb a társadalomnak sajnos. Ebben most nem szeretnék belemenni, hogy kik és milyen információt tartanak vissza. De azért furcsa dolgok vannak itt, hogy azért még jönnek elő itt az utóbbi évtizedekben, de nagyon érdekes, hogy amikor nézem mondjuk egy James Bond filmet 1967-ből, akkor olyan dolgokat látsz ott, amiket most használunk uh-huh. 67-be. Na mindegy, szóval tehát nagyon sok információt nem adnak át emberek. Számomra, hogyha valaki nem adja át azt a tudást, amivel tudja segíteni a társadalmat, számomra az etikai bűncselekménynek számít. Uh-huh. Tehát én ezt ennyire szigorúan veszem, és ezért érzem azt küldetésemnek, hogy amit én tudok, és amit megtanultam hosszú évtizedek alatt, és tehát gyakorlatban is átültettem ezt a tudást, használtam, és embereket lefogyasztottam, embereknek az életét érdemben tudtam segíteni, és ez nagyon jó érzéssel töltött el, hogy jobbá tudtam tenni az életét. Ez számomra óriási dolog, hogy mosolyt látok ember arcán, mert 10 éve küzdött valamivel. Tegnapi sztori egyébként, tehát Philadelphiában voltunk éppen, és az egyik kliensemnek adtam egy bizonyos készítményt, hogy figyelj, anémiád van, jó, 10-valahány éve. Akkor figyelj, próbáld ki ezt kell enni, így és így. És egy pár percben röviden, tömören elmondtam neki, mit kell tenni. Mert át akartam adni a tudást, akartam neki segíteni. Picit szkeptikus volt, ugye, ami teljesen normális, mert ugye, hát ő annyi mindent kipróbált már, de hát most miért ezt? Uh-huh. Na, azért, mert én hitből mondom, lelkemből, tudásomból mondom, és akarok neked segíteni. Oké, Robert, kipróbálom. Egy hónap után felhívott, és a 12 éve meg nem oldott anémiáját egy hónap alatt rendbe raktuk. Ez fantasztikus. Tehát itt van a riport, ez tehát föl fog menni majd tehát a YouTube-ra is, és tehát van most már nyilatkozat is róla. Tehát én ezt tartom szenzációsnak, hogy tehát embereknek tudunk adni megoldást, és ezért dolgozok, és ezért tanulok, mert látom, hogy mekkora baj van. A baj az már az iskolapadban elkezdődött. Tehát sajnos azt kell mondjam, srácok, hogy nem azt tanítják az iskolában, amit kellene. Tehát olyan fölösleges anyagokkal tömik tele tehát a gyerekek, a diákoknak a fejét, amit életében nem fog használni. Én értem, hogy a logikai készségét, képességét fejleszteni kell embereknek. Én értem, persze, természetesen. Én is tehát felsőfokú iskolába jártam, és stb. Sőt, nagyon-nagyon sokat, sőt, 30 éves koromban elkezdtem még jobban tanulni. És tehát a baj az, hogy nem a megfelelő tudást adják át, és hogy számomra mi a megfelelő tudás, ami használható. Tehát használjuk majd a jobb életünkben, a sikereink elérésében, azért, hogy szépen tudjunk élni. De mi az, hogy szépen élni, mi az, hogy jól élni? Szoktam kérdezni embereket, hogy ki a leggazdagabb ember a világon. Tudod? Kérdezem tőletek is. Hát én biztos, hogy gazdag vagyok, mert boldog ember vagyok. Nagyon jó. Péter? Péter, gazdag, mert Ferrari-ja van. Ja, igen. Nincs. Igen. Nincs Ferrari-ja. Igen. Nem, biztos, hogy nem anyagi. Hát mondd el, na. Ki? Hát a lelki boldogság. Neked megvan? Mondd el, most magadról. Én boldog vagyok. Akkor hibátlan. Ja, mindig, amit már mondtunk. Szeretem, én meg vagyok elégedve, ahol vagyok, de mindig egy kicsit többre törekszem, mert mindig följebb akarok menni. Ez is benne lesz a sorban. Igen. Na, Robi, mondd el te akkor. Hát igen, egy kicsit becsapós volt, mert ugye a Péter tudta, hogy ki kérdezi, tehát világos, hogy nem anyagi oldalról közelítem meg. Számomra a leggazdagabb ember az egészséges ember.
Mert ha van egészséged, bármit el tudsz érni. Mert az ember egy teremtő lény. Tehát a gondolatainkkal képesek vagyunk irányítani az életünket, a saját sejtjeinket, genetikánkat. Nagyon-nagyon érdekes kísérletek láttak napvilágot orosz tudósoktól, akik megnézték a DNS-nek a viselkedését. Ők nagyon valószínű, hogy Emoto, tehát a japán professzor kutatónak, aki a vízzel foglalkozott, és ugye tehát így vált híressé, aki bebizonyította, hogy a hitünkkel, a szavainkkal és a rezgésünkkel képesek vagyunk a vizet, a víz molekuláját megváltoztatni. Mikor elmondta egy orvosi konferencián, kinevették. Aztán egy-két ilyen érdekesebb orvos és te kutató septibe, csendesen, halkan megcsinálta a kísérletet otthon. Nagyon beégett. Mert működött. Tehát olyanokat, tehát ezért, és majd most ezzel szeretném felhívni az emberek figyelmét valamire. Méghozzá arra, hogy nagyon óvatosan kell bánni az ember társainkkal és a szavainkkal. Miért? Az Emoto kísérletét venném elő, aki bebizonyította azt, hogy itt van egy pohár víz, itt van egy másik pohár víz, ugyanaz a víz. Ebben a helységben egy idegbeteg zene szól, és bejárt mindig hozzá, például, és csúnya káromkodó szavakat mondott a víz, tehát a vízes pohárra. Lehet most mosolyogni sok embernek, de majdnem fognak, ha kipróbálják. Tehát rossz környezet vette körül, rossz rezgés vette körül, és utána ezt a vizet lefagyasztotta, betette a fagyasztóba, lefagyasztotta, és tehát a víz molekulát megnézte utána a nagyító alatt. Jó? Ennek volt egy képe. A másik vízzel ugyanaz a forrás, egy másik szobába, virág vette körül, kellemes zene, szépen beszélt hozzá, kellemes, szeretet vette körül. Ugyanez, kivette a mintát, betette a fagyasztóba, megnézte a mikroszkóp alatt, és ennek a pozitív rezgéssel körbevett víznek tökéletes, gyönyörű, szép kristály szerkezete volt. Még a káros behatást ért víznek a molekuláris szerkezete szinte felismerhetetlenségig roncsolódott. Őrület. De ezt igazából mi is meg tudjuk akkor csinálni. Bárki. Csak utána hogy nézem meg? Ilyen mikroszkóp alatt be tudod tenni, meg tudod nézni. Tehát ez pure science-ről beszél. Na most hová akarok kilökni, és miért mondom el ezt? Azért, mert ugye beszéltünk arról, hogy az ember egy teremtő lény. A gondolatainkkal. És majd visszatérek, hogy ez a két orosz az gyakorlatilag hová ment, tehát milyen messzire ment el ebben a kutatásban. Tehát a vizet képesek vagyunk befolyásolni, már pedig ez bizonyított tény. Egyébként rizsával is megcsinálta ezt, növényekkel is megcsinálta ezt, hogy pozitív rezgéssel táplált rizsa növények, meg ami negatív, befeketedett. Ez pedig túlélte és szép volt. Tehát fantasztikus. Tehát a point az, hogy ha vizet képesek vagyunk, mi a saját rezgéseinkkel befolyásolni, környezeti tényezőkkel, és ugye energiával, akkor most jön a kérdés. Hány százaléka víz az emberi testnek? Ezt olvastam nálad, 80-90? 80 százalék, körülbelül, mert az agy és a test, a csontok, tehát különböző víztartalommal bírnak, de átlagosan mondhatjuk, hogy az emberi test átlagosan 80% a víz. Tehát képzeljük el, hogyha mondjuk... Akkor saját magunkat is ugyanígy tudjuk befolyásolni. Pontosan. Illetve, tehát, hogyha rossz a társunk, vagy a környezetünk, így akkor van. Végünk lesz. Így van. Tehát, hogyha olyan társad van, aki folyamatosan abjúzol, vagy folyamatosan stresszér, folyamatosan egy ilyen káros, negatív rezgések vesznek körül, a sajnos tudja effektálni a benned lévő víznek a molekuláris szerkezetét ugyanúgy, mint ez, amit a pohárba kiteszünk. Ez teljesen logikus. Ugyanúgy működik, logikus. Ezért hívom most fel az embertársaim figyelmét arra, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat, mert a szavaknak nagyon-nagyon súlyos hatása van az emberi szervezetre. Maga a rezgésnek, az érzelemnek is, a szeretetnek
építő, az útállatnak, a haragnak romboló. Meg tudja az ember betegíteni önmagát. Tehát most például a legutóbbi cikkemben írtam, tehát egészség logikájában föltettem, hogy nagyon sok kutatást végzek azért, hogy az embereknek valós eredményt tudjak adni, valós működő eredményt tudjak adni. És a kutatásom során mindig megállok bizonyos szakaszoknál, mert úgy elmélyedek bizonyos területekben, és nem volt nehéz rájönni, hogy nagyon, nagyon érdekes, és ugyanakkor komolyan kell venni ezt az információt, amit most mondok. Lehet betegséget kapni, még fertőző betegséget is lehet kapni úgy, hogy semmiféle patogént nem hintek ki a levegőbe. Tehát patogének nélkül, tehát káros mikróbák, tehát mikroorganizmusok nélkül is lehet például járványt előidézni. Nyilván, tehát betegség az tehát többféle úton lehet. Vannak hiánybetegségek, mikor valami hiányzik a szervezetedből, van, amikor többlet van valamiből, és még nem méreganyagról beszélünk, hanem mondjuk sokkal több zsír, sokkal több szénhidrátot fogyasztasz, és abból ered majd valamilyen betegség. Vagy például, tehát a víz, ugye nagyon fontos az emberi szervezet számára, víz nélkül nincs élet, de próbálj meg naponta inni 8 liter vizet. Annyit kellene? Nem, akkor beteg leszel, ja, tehát a másik véglet. Uh-huh. Tehát minden csak moderation szoktam uh-huh. mondani, ésszel. Tehát szükség van ugye szervezetnek különböző dolgokra, de van hiánybetegség, többletbetegség, vannak toxicitásból eredő betegségek, és van ugye lelki betegség, tehát amikor te saját magad tudod megbetegíteni, ugye erről próbáltam most tehát demonstrálni egy uh-huh. kis példát, tehát az emotónak a vízkísérletével, és ugye a következő csoport, amikor ugye az immunrendszered kell, hogy becsatlakozzon, tehát közbe kell, hogy lépjen, mert nyilván egy hiánybetegségnél az immunrendszer annyira nem tud segíteni. Többletbetegségnél sem, mert ugye azt tehát metabolikus folyamatokról beszélünk. De amikor majd valamilyen patogénelem, vagy tehát patogénelem kerül a szervezetedben, a patogén az... Bocsánat az idegen szóért. Tehát olyan fajta mikroorganizmusok, amelyek nem segítőleg vannak az emberi testen, vagy az emberi testben, hanem megtámadnak, vagy a környezetben, hanem mondjuk káros hatással bír, ugye. Tehát toxikusak, mérgezőek, tehát kárt okoznak, például E. coli baktérium, vagy például tehát a gyomorban ugye szokott megtelepedni tehát a helikoproli, amiből gyakorlatilag gyomorrák is kialakulhat. Elnézést, kell egy kis élénkítő. Egészségedre. Ez Attila azért érdekes, vagy Robi azért érdekes, mert tudtam, hogy ma fogunk beszélgetni, és akkor elkezdtem olyan podcasteket hallgatni, ami hasonló, tudod, ilyen egészséges életmódról beszél, uh-huh. és az Andrew Huberman-nek van egy podcast sorozata, és azért érdekes, mert ugyanezekről beszélt, mint te is, hogy az immunrendszerről, sőt azt mondta, de ő azt mondta, hogy gratitude, ami magyarul hálát jelent, az, hogy az is olyan dolog, hogy hálát adjál másoknak, meg hogy megköszönöd a dolgokat, ami furcsa, hogy oké, hogy attól egészséges leszel, vagy nem leszek, de ugyanez benne van, mert hogy a szavakkal lehet gyógyítani. Tehát én nagyon nagy hangsúlyt fektetek, ugye tehát a testiségre, tehát a materiális, tehát védelemre. De azért nagyon, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a hármas hatással dolgozok én is például. Tehát test, lélek, szellem. Tehát az egész egészségnek az alapja, hogyha mind a hármat, tehát a testünket, a lelkünket, a szellemiségünket is jó kondiba tartjuk, illetve tehát megfelelően tápláljuk. Ha bármelyik lemarad, vagy elhúz, tehát vagy többlet van belőle, tehát ennek a háromnak, ennek azért harmóniában kell lenni egymással, és tehát optimálisan kell működni individuális is, és egymással harmóniában kell lenni. Tehát az... Robi, ez nagyon jó, amit mondasz, de én úgy képzelem el, és önmagamból indulok ki, hogy amíg én nem érzek valamilyen dolgot, akár betegségi
gel szemben, vagy belső fájdalmat, vagy bármilyen dolgot, addig tudom, hogy ezt kellene csinálni, és azt veszem ki a szavaidból, hogy te azt akarod, hogy fölhívni az emberek figyelmét, egy kicsit nyisd ki a szemed, és készülj erre a dologra, mert amikor meg már baj van, ugye akkor mindenki azt várja, hogy hú, gyorsan meggyógyuljak, és minden visszaálljon ugyanoda, ahol volt. De ezt mondom, én így képzelem el, hogy ugye most mit tudom én, elkezd fájni a hasam, elmegyek dokihoz, és akkor azt mondja, fú, nagyon nagy baj van, akkor utána elrónak ide-oda, utána elrónak hozzá, hogy segíts már Robi meg minden, és akkor te azt mondod, hogy figyelj már Attila, de készülni kellett volna, tehát nem így kellett volna lehet az életed élni, ezt mondom, csak magamból indul, uh-huh. hogy ezt jól látom, tehát hogy mindenféleképpen azt akarod elmondani az embereknek, hogy kicsit nyissátok már ki a szemeteket, és megelőzni a bajt. Megelőzni, igen. Ennek egy idegen szava van, amit már, tehát az orvostudományban és az egészségügyben ugye, tehát használunk, ez pedig a prevenció fogalma. Tehát preventíven kell élni és gondolkodni. Én ezért mondtam az elején, ugye kommunikációnk elején, hogy abban láttam az óriási problémát, hogy az oktatásnál már nincs meg az a megfelelő tananyag, amitől később az életed jobb tud lenni. De mit tennél bele a tananyagba? Mi legyen benne? A legfontosabb dolog hiányzik belőle, Attila. A testünk védelme. Az ember hiányzik belőle. Uh-huh. Az egészségünk hiányzik belőle. Ez teljes egészében azt akarták, és gyakorlatilag egy olyan metódust tettek az oktatásba, hogy te ne tudd, hogy működik a tested, ne tudj magadon segíteni, majd arra megvan a megfelelő szervezet, meg az emberek, aha. majd azok tudják. Aha. Hát nem úgy látom, hogy ők tudják. Nem úgy látom, mert ha így lenne, akkor nem volnának ilyen járványok, és nem volna ilyen állapotban a társadalom. Tehát én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha már az iskolában nem tanították meg, akkor most van itt az idő, hogy ember, állj föl, gondolkodj, vállalj magadért felelősséget, és igenis vedd elő a könyvet. Tanulj egy kicsit a saját magad testéről, mert megtanultad, hogyan kell pénzt keresni, megtanultad, hogyan kell összeheggeszteni valamit, vagy a kompjútert összerakni. Emberek mindent tudnak a telefonjukról. Uh-huh. Van olyan barátom, szeretem, imádom a srácot, nagyon jó gyerek. De figyelj, a telefont azt így szétszedi, összerakja, átprogramozza egy uh-huh. óra alatt. Uh-huh. És úristen, te ezt hogy érted? Igen, de a testéhez zéró, semmit nem tud. Kérdezem, melyik a fontosabb? Érted már, mit akarok? Felcserélődtek az értékrendek. Uh-huh. Tehát a telefon ismerete, a kompjúter ismerete, minden fontosabb, a saját testünket pedig elfelejtettük, és nem ismerjük. Ez óriási hiba. A lelkünk háza, amivel gondolkodunk, amivel élünk, a lelkünk háza, és ezt nem tudjuk, hogy működik. Nem tudják emberek mi az, hogy komplex szénhidrát. Nem tudják azt, hogy az immunrendszer alapjait, nem sejt genetikai szinten, nem arról beszélek, legalább tudjuk már, mi az a védelmi rendszer. Tehát ez egy másik téma, amikor ugye erről is írtam egy feltárást, hogy nem úgy kell gondolkodnunk, hogy van egy immunrendszerünk és kész. Nem. Rossz. Van egy védelmi rendszerünk. És a védelmi rendszerünknek csak egy része az immunrendszer. Tehát a védelmi rendszerünk az ott kezdődik, hogy ugye a bőr. Tehát találkozunk a külvilággal. A bőrünk hogyan véd? Hát mert, ja, mert rugalmas, meg nem engedi be a baktériumokat. Meg különben is vízálló. Na ennyi. De hogy a bőr felületén, a bőrben és a bőrnek az alján például komplexen mikrobiomrendszer él. És ez a mikrobiomrendszer, ami azt jelenti, hogy különböző baktériumok, akár vírusok, de hát vírusok az egy másik téma, ebben nem menjünk bele, mert a kórokozó elmélet is sajnos sántít, majd arra később. Tehát tehát a hasznos baktériumok és a mikroorganizmusok, amik az életünket segítik, tehát ez a mikrobiomrendszer, ezeknek a milliárdjai van itt a bőrünkön. És ők kinyírják, hogyha valaki olyan jön? Tehát hogyha jön egy patogén elem, vagy jön egy olyan toxin, akkor ők elsődlegesen ők fognak bennünket megvédeni.
Nyilván van egy savas köpeny is például a bőrünkön, egy picit savasabb a pH-ja a bőr felszínének, mint maga a testünk. Ez azért van, mert ugye a patogén elemek annyira nem szeretik ám ezt a savas hálót, ezt a köpenyt, és ugye ha azon átverekszik magukat, akkor rögtön ott van ugye a bőr felszínén egyből ugye az első mikrobiom védelem, tehát a hasznos baktériumok. Majd a bőrben és a bőr alján. Most majd utána jön a nyirokrendszer, mint az immun, tehát az alakos immunsejteknek a folyója, a közlekedő rendszere, majd utána jön a vér, ugye, ha tovább megy, és ott megint csak szembe találja magát egészen másfajta izmos, gyúrós immunsejtekkel. Nem akarok ijeszgetni senkit most idegen szavakkal, hogy milyen fajta immunsejtek vannak, tudjuk, vannak sokan, limfociták, monociták, ölősejtek, stb. De láttuk ezt, hogy kívülről megyünk befelé? Tehát milyen védelmi rendszerünk az van? Az igazság, hogy erre még soha nem gondoltam, látod? Már megért, hogy eljöttél. Tudom, hogy Péter, te gondoltál, és külön szakaszt elolvastál a történelemből, hogy hogyan kezelték a bőrt, de tényleg igazad van. És ez akár tényleg józan parasztészszer is így van. Hát de figyelj, ez találkozik. Jó, és most jön a meglepi. Tehát az, hogy emberek gondolják, hogy ugye a bőrünkön van valami védelem, mechanikus védelem, mert rohadt erős és kemény, és közben rugalmas, és lehet vele csinálni mindent, de azért az a megfelelő biológiai aktív védelem benne van. A kémiai védelem a savas köpenyben benne van. Tehát mint védelmi rendszer itt kezdődik. Aztán így, ugye beszéltünk a mikrobiomról. Tehát a mikrobiom az, tehát még egyszer, tehát a szervezetünk a bőrünk felületén és a test üregeinkben található hasznos mikroorganizmusoknak az összessége, amelyek védenek minket és segítik az életünket. És ide majd megint visszakanyarodok, hogy hogyan lehet járványt előidézni gyakorlatilag patogének nélkül. Uh-huh. De nem kell az elterjeszteni koronás ilyen cukordolgokat, uh-huh. Nem kell. Tehát ez, uh-huh. Tehát lehet anélkül is nagyon komoly betegséget, és mindjárt mondom, hogy hogyan. Tehát ez a mikrobiom védelem nem csak a bőrünkön van, hanem a testüregeinkben. Hol vannak testüregek? Szájüreg, órüreg, fül, szem, húcső, hüvely, még lejjebb. És innentől kezdve egészen lefelé egy külön járat van. Tehát szerv a szervezetünkben, tehát a testünkben van egy külön önálló rendszer, ami összeköttetés van a külvilággal. Szájüreg és végbél. Ez egy külön önálló rendszer, amiben egy teljesen más biológiai rendszer működik, mint a bélrendszeren kívül. Ugye, mert belül azt mondom, hogy amikor itt tehát lenyeljük, az van belül. De a bélfalán kívül ott van a valódi testünk. De hogy mennyire érdekes, hogy a bélben, ha, ugye azt mindenki tudja, hogyha belünk, tehát a bélrendszer kilukad, akkor szepszist tudunk kapni, tehát gyakorlatilag toxicitás, mérgezést kapunk, és belehalhat az ember. Tehát gondoljunk bele, hogy miért halhat bele az ember. Azért, mert nem annyira jópofa elemek vannak ott a bélrendszerben. Tehát eleve tele van toxinnal, lebomlási anyagcsere termékekkel, amit ugye megeszel, stb. És ez bizony azért vannak olyan dolgok, amiket nem nagyon tud megemészteni már szerencsétlen ember, esetleg már elmúlt 50 vagy 60 éves, és az emésztő enzimei kicsit lecsökkentek, és nem is tudja esetleg, hogy melyik az a kaja, amit nem tud megemészteni, majd rothadással valahogy lebontódik, bizonyos baktériumok besegítenek, viszont ezzel a tehát elégtelen emésztéssel toxinok szabadulnak fel a bélrendszerben, és majd azok is felszívódnak az almapéppel együtt például. Uh-huh. És ugye a baktériumok szabályozzák ezt a bizonyos folyamatot, tehát baktériumok milliárdjai. Tehát most szeretném fenni a figyelmet, hogy ez a test, amiben ebben mi, tehát mi vagyunk, és azt mondja a nagy egós, ugye, hogy ez a test az enyém. Hát ez vicces. Vicces. Ez a test nem a tiéd. Nem. Tehát itt nem te vagy a főnök. Ugyanis a testünkben lévő hasznos mikroorganizmusoknak a száma számszakilag tízszer annyi, közel tízszer annyi, mint az emberi sejtnek a száma. Körülbelül 5 milliárd emberi sejt van ugye a szervezetben, és ennek körülbelül tízszerese a bennünk lévő mikróbáknak a száma. Tehát a segítő, és ugyanakkor van egy kevés patogén is, ugye a bélrendszerben, ezek számszakilag is sokkal többen vannak, mint az emberi sejt.
a genomállománya pedig körülbelül 100-szor akkora, mint az emberi genomállomány. Akkor kérdezem még egyszer, ki is ez a test? Hát ezt csak hisszük, hogy mi vagyunk itt a főnökök, de nem. Tehát ezt a rendszert, ezt a csodálatosan működő rendszert a minden testüregünkben, tehát ugye a nők kifejezetten tudják, hogy mennyire kell figyelni ugye a hüvely flórájára. A hüvely flórája felborul, akkor aztán az izi van, aztán a vége meg te érzed meg én, hogy ki van néha behajtani tilos tábla egy hétre legalább. Szóval természetesen nagyon komolyan kell venni, és a felborul a pH, az azt jelenti, hogy felborul benne a benne lévő mikrobiom rendszer. És az védi ezt a bizonyos nyálkahártyát belül, és védi a szervet a külső betolakodók ellen, és fenntartja azt a bizonyos jó flórát és optimális egyensúlyt. A szájüregben ugyanez van. A fülben ugyanez van, csak ott másfajta baktériumok működnek, amelyek védenek minket. Tehát no para, mert ezek segítik az életünk. Ha nem lenne, már mi sem lennénk. Csak tökéletes szimbiózisba élünk ezekkel a kis tehát mikróbákkal. Hogyan és miért tudunk velük együtt szimbiózisban, és egy nagyon szép homeosztázist tartunk fent? Miért? Mert van bennünk egy szabályzó védelmi rendszer, ami azt mondja ezeknek a kis lakóknak bent a bélrendszerben, meg a hüvelyben, meg a újcsőben, meg az összes testüregünkben, hogy azért óvatosan, fiam, jó? Tehát tudd, hogy hol a határ. Tehát nem bemenni, hanem végezd a munkádat, és akkor majd mi itt vagyunk és segítünk. Az immunrendszer akadályozza meg, hogy ők túlszaporodjanak, belépjenek az emberi testbe, és az, aki megvéd minket. Tehát az immunrendszer tartja fent az egyensúlyt a bennünk lévő mikroorganizmusokkal szemben. Nagyon jókat mondasz, eddig én értem is valamennyire. Most gondolkozok is, Kata. Én még mindig egy kicsit megijedtél egyébként? Egyébként igen. Tehát, látom az arcodon. Hogy egy olyan dolgot mesélsz el itt nekem, amivel tényleg halvány lila gőzöm nem volt. Igen, tehát ezért mondtam, Attila, hogy az iskolákból ezek a dolgok hiányoznak, hogy egyáltalán értsük már meg, hogy azért van egy nagyon komoly védelmi rendszerünk, és csak a surface-t sem mondtam még el, megálltam ugye a bőrvédelem, és utána a testüregvédelem, ami azt jelenti, hogy tehát a mikrobiom rendszerünkről kezdtem el beszélni. Uh-huh. De hol van még tehát a immunglobulin A például, ami az orrnak a nyálkahártyáján közvetlenül ugye, tehát nyálkahártya belső részén van. Immunglobulin A, röviden IgA receptor, IgA tehát elemek vannak, amelyek nem egészen még az immunrendszer része, de mondjuk soroljuk oda. Tehát már a nyálkahártya védelem. Tehát először is, amikor beszívsz valamit, akkor az orrban lévő mikrobiom állomány, ami segít megőrizni az egészségedet, tehát leküzdeni a patogén elemeket. Uh-huh. Utána tovább akar menni a patogén, de szembe találja magát a nyálkahártyával, ahol ott vannak az IgA receptorok. Akkor még beljebb megy, ott meg tehát a nyirokrendszerrel találja magát szembe. Tehát egy komoly védelmi rendszerünk van, és nem beszélve arról, hogy ilyen apróságok, tehát ez mind ugye az alakos és tehát a humorális immunrendszernek a részei, de van egy kémiai védelmünk is, tehát vannak olyan enzimek, ami például a nyálban található, tehát a lizoszim enzimek például, amelyek baktericid hatással bírnak. Tehát a nyál az gyakorlatilag fertőtlenítő hatással bír, mert olyan enzimeket tartalmaz, ami megvéd. Nem véletlenül ugye most szerintem mindenki rá, akkor a kutya ezért nyalja a sebeit. Uh-huh. Ezért például. Tehát Robi, mi történik azzal, ami bemegy, és idegen fertőző valami, őrület, akkor ezek kinyírják, és ott marad? Vagy bocsánat, nem értem. Tehát kiürül ez valamikor belőlünk? Azok a dolgok, amik nem kellenek, mondjuk levegőn keresztül beszívok? Na, az immunrendszernek azért vannak különböző elemei. Tehát az egyik elem például az tehát hogy mondjuk az ülősejt, tehát vannak például tehát olyan B-limfociták, amelyek csak megjelölik a kórokozót, aztán jön egy következő, ami mondjuk elkészíti a hozzávaló fegyvert, jön egy másik, ami például megöli, és jön egy olyan makrofág, ami bekebelezi. Uh-huh. És utána gyakorlatilag nem hagyják ott a holttestet, hanem az a rendszer is megvan, hogy enzimesen, kémiailag hogyan próbálja ugye a szervezet megölni a betolakodót, meg fizikálisan,
meg megjelölni, meg fegyvert készíteni hozzá, meg amikor ott van a tetem, azt ugye bekebelezni, és megemészteni, és elvinni. Uh-huh. Megemészteni, vagy elvinni, elszállítani, és utána megy ugye a kiválasztó rendszerbe. A máj és a vesén keresztül kiválasztódik a vizelettel. Zseniális, hogy működik. De emberi szervezet az ettől zseniálisabb, bat én nem ismerek. Tehát minél jobban tanulom az emberi szervezetet, mert az ember holtáig tanul, a paraszt szokták mondani. Én minél többet tanulok róla, annál inkább látom, hogy atya világ, a legcsodálatosabb teremtményei vagyunk ennek az egész univerzumnak. Hihetetlen, hogy az immunrendszerünk például mire képes. Hihetetlen, hogy a szem hogy van összerakva. Vagy az egész emésztőrendszer, vagy egyáltalán úgy élet az életben. Igen, tehát a mikrobiom rendszer van a szervezetünkben. És most visszakanyarodok oda, hogy tehát a tézisem az, amit feltártam most legutóbbi cikkemben is, hogy igenis lehet járványt előidézni. Sajnos lehet, csak annyi miért, mert ugye az előbb említettem, hogy mikrobiom rendszerünk van, tehát baktériumokkal, vírusokkal, parazitákkal, eukariótákkal, férgekkel élünk együtt. Ha tetszik, ha nem, el kell fogadni, mert ez évmilliók alatt így alakult ki, és csodálatosan működik. Szimbiózisban működünk velük, fenn van tartva homeosztázis, és tök jól vagyunk. Ugye? Mikor van baj? Mikor az egyensúly felborul. Tehát már eleve bennünk vannak organizmusok, már eleve a bőrünkön van, és az immunrendszer az, ami ezt megtartja. Ezt csak ismétlem. Tehát mi kell ahhoz, hogy beteg legyen? Azon túl, hogy hiánybetegség van, azon túl, hogy többletbetegség van, azon túl, hogy toxicitás van, meg lelkileg szétcseszed magad, mert ugye meghalt a macskád. Ember, hát bele tudnak betegedni, ugye? Uh-huh. Valakinek, képzeljük el, meghal egy idős embernek a párja. 40 évig éltek együtt, Attila. Tehát ez olyan szoros szimbiózisban éltek, lelki kapcsolódás, fizikális kapcsolódás, minden megtörtént, hogy képzeld el, ezek így szinte egyesülnek, mint a ying és yang. És egyszer az egyik kiszakad. Elmegy ebből a rendszerből. Mit ér ez a másik? Nincs párom, egyedül vagyok, és hiány, kialakul a hiányérzet, ugye tehát az instabilitás, nincs többet biztonságérzet, jön a pánik, jön a stressz, és így megbetegeti magát, meg tudja magát betegíteni az ember. Uh-huh. Hogy mondták régen? Elemészti magát. A Zsuzsi elemésztette magát. Elment a férje után. Nem volt beteg a Zsuzsi néni, de lelkileg meg tudta magát betegíteni. Uh-huh. Jó, tehát még egyszer, hiány, többlet, toxicitás, lelki okokból lévő betegség, és amire most megint csak visszakanyarodok, hogy hogyan lehet járványt előidézni, unfortunately, anélkül, hogy ugye lenne bármilyen patogén. Tehát csak az immunrendszerünket kell elnyomni. Bam. A HIV vírus. Parancsolj. Megalkották. A HIV vírus pontosan ez, nem természet. Te természetben maradunk annyiból, hogy nem létezik a HIV vírus. Tehát ilyen nincs, hogy a terem a fán, vagy a majomban, meg ilyenek. Ez, tehát ez a bullshit része. Ez tökéletesen összerakott dolog, de most ebben nem menjünk bele, de a HIV vírus pont ezt csinálja, tehát kiüti az immunrendszeredet. Bizonyos anyagokkal. Elmondjam, hogy kell kiütni az immunrendszeredet? Hogy? Semmi nem kell hozzá. Semmiféle anyag nem kell hozzá, csak egy dolog. Ezt is kellene tanítani az iskolában, hogy emberek megértsék, hogy mit jelent az, hogy stressz. Tudtad, hogy amikor egy szerv átültetést végeznek, akkor a receiver, tehát a donortól kiveszik a szervet, és a receivernek ugye átadják azt a bizonyos szervet, legyen mondjuk egy vese átültetés. Ugye a szerv átültetésnél fennáll a veszélye a szerv kilökődésnek. Miért? Úristen, stimmel a vércsoport, stimmel minden, átnézték, megnézték, genetika, minden, hogy megnézték, és stimmel. Betették, és mégis van kilökődés. Miért? Mert a szervezet immunrendszerrel felismeri, mint idegen. Tehát a genetikai állomány nem teljesen stimmel, még a hasonló is, de ez nem az enyém. És idegennek véli, mert nagyon jól működik.
Nem túl hevesen, ez tévedés. Nagyon jól működik. A nagyon jól működő, reaktív immunrendszer képes kitolni a szervet. Tehát a szervkilöködés az nem a fertőzés okozza, és nem a patogén elemek, hanem a receivernek az immunrendszere tolja ki, dobja ki, nem fogadja el. Mondják, hogy nem fogadja el a testet. Nem. Az immunrendszere nem fogadta el. Hopp. Na, erre sikerült rájönni. Aztán gyorsan, akkor már csak annyit kellett kitalálni, hogy akkor az immunrendszer okozza ugye a szervkilöködést. Hát akkor semmi más dolgunk nincs. Csak le kell nyomni az immunrendszert. Uh-huh. És akkor kezdték el, ugye a tudomány akkor kezdett dolgozni, az immunszupressziós különböző megoldásokon és anyagokon, hogy mik azok az elemek, és mi az a tényező, ami a legerősebb immunszupresszor. Szupresszor az, mint lenyomót jelent, tehát elnyomni, lecsökkenteni. Nem kellett sokáig kutatni. Most jön a lényeg. A stresszhormon. Kortizol stresszhormont juttatnak be a receiver vérkeringésébe mesterségesen, azzal szupresszálják le az immunrendszert, és így stabillá válik a szerv, tehát a donorban lévő új szervnek a befogadó képessége. Míg szép lassan lecsökkentik a kortizol szintet, és az immunrendszer lassan jön föl, majd a felismerő elemek úgy köszönő viszonyba kerülnek az új szervvel, és szép lassan megismerik, elfogadják, és nincs az a hú, ki vagy te? Uh-huh. Mert ez a hú, ki vagy te, menj innen? Na, ez így nincs. Mert egy lebénított rendszerrel állnak szembe, és szép lassan felépül, és kialakul a köszönő viszony. Uh-huh. Tehát itt a kulcs. Stresszhormon, mint immunszupresszor. Wow. Értjük, hogy miről beszélünk? Értjük, hogy mi történt 2020-ban. Az emberekre olyan stressz mennyiséget nyomtak a hamis információkkal, a félelemkeltéssel, majd a pánik, a bizonytalansággal, a nem tudásból eredő, a végén kialakult a pánik. A pánik után, mind ezekből utána kialakult a stressz. Mondjam tovább. Fölösleges. Ja. A stresszhormonnak a szintje egy olyan erős immunszupresszor, hogy utána a légy rád száll szinte, és beteg tudsz lenni. Nem kell légy, mert az előbb beszéltünk arról, hogy bennünk vannak olyan mikroorganizmusok, amitől simán beteg leszel. Mert nincs, ami egyensúlyba tartja és balanszba tartja. Tehát óvatosan a bolond ésszel, szoktam mondani. Tehát az immunrendszert sokkal komolyabban kell venni, a bérekező rendszerünknek ezt a részét is sokkal komolyabban kell venni, mert megéri. Tehát megint mi jön be? A prevenció. Tehát preventíven gondolkodni. Tehát először is tudni, alapjába véve tudni az emberi test működését, majd utána felelősséget vállalni önmagamért, és mivel tudom, hogy működik, akkor már csak a megoldást kell megkeresni. Akkor hívjál fölé magamfajtát, vagy valami valódi doktort, nem orvost. Hallod? Ez okay. Jó volt. Nem orvos, hanem doktort hívjál föl, aki vagy olyan más egyéb naturális gyógyítót, aki nem szintetikus vackokkal próbál neked segíteni, hanem komplett tudást átadva. Tehát én a klienseimnek például én soha nem mondom azt, hogy Katika, ebből 3x2-t, ebből 5x1-et, és akkor kész, jó lesz. No. Ezt csinálják az orvosok, és szintetikus anyagokat használnak. Mi nem. Először is én egy kicsit még tekertem ezen, és kicsit más vagyok, mint a többi természetgyógyász, mert én nem féltem a tudásomat. Tehát én nem csinálom azt, hogy én nem mondom el, hogy miért, hanem csak ebből egyed meg, ebből egy tintúra, és ezt kend magadra, és csepegtesd be, és akkor majd jó lesz, és ne törődj vele, majd én tudom, meg csak majd használd, és jó lesz. Én másképp gondolom. Én elmondom, hogy miért. Miért működik, mi van benne, és megtanítalak a saját testedet kezelni. Tudod, mit mondtak nekem a többi kollégák? Robi, te komplett hülye vagy. Hát elveszed magadtól az üzletet. Na milyen üzletet? Ne haragudj, hogy az emberi egészségben nem fog üzletet csinálni. Tehát, mert ha elmondod, akkor nem fognak utána hozzád jönni. Ja, van benne logika, én értem. Tehát ne tudd már meg, hogy kell a testet kezelni, majd utána visszajössz hozzám. Én kicsit másképp gondolkodok.
tudod mit? Megtanítalak rá, egyszer jössz hozzám. Én megtanítalak rá, hogy hogyan kezeld a testedet, mi miért, hogyan működik, lehet hosszabb idő, de olyan tudást adok neked, amit egy életen keresztül tudsz majd használni. Hol van ebbe a poén? Többet nem fogsz visszahozni hozzám. Nem baj. Ezért fogsz te is örülni, meg én is. Tehát lesz mosoly az arcunkon. Aha. Csak hogy te el fogod mondani a másiknak, hogy te figyelj, ez a sárchoz menjél. Mert ha egyszer megérted, mit mond, valószínű, hogy nem leszel beteg, vagy sokkal kevesebb szer leszel beteg. Tehát én az eredményekből kovácsolom a sikereimet. Uh-huh. És abból, hogy átadom az embereknek a tudást, mert én azt akarom, hogy hosszú időn keresztül maradj egészséges. Ne gyere vissza hozzám mindennel. Nem azért, mert nem akarok segíteni, mert nem akarom. Azt akarom, hogy te tanuld meg, és segíts, tudjál segíteni magadon. Könnyű. Tehát nem olyan nehéz, ha valaki jól át tudja adni az információt, helyes információt adját, akkor igen, annyi kliense lesz, mint nekem, például, és annyi embernek tud segíteni, hogy jól alszok. És mennyi kliensed van? Sok? Több száz. Az is nagyon nagy dolog egyébként, hogy mostanában ugye a természetgyógyászokat elfogadják. Tehát, hogy nem az, hogy elfogadják, hanem most már emberek tényleg fordulnak természetgyógyászokhoz is. Ez régebben nem így működött, ez a sztori. De. Nagyon régen így működött. Hát nagyon régen, igen. Igen. Aztán jött egy szakasz, amikor nem. A modern nyugati orvoslás és a Big Pharma átvette ezt az irányítást, és bizony most már rájöttek az emberek, hogy tele van hazugsággal. Sajnos kimondom, mert így gondolom. Tehát én nem fogok valótlan dolgot mondani, én így vagyok összerakva, vagy amit érzek, azt én el fogom mondani, hogy tudom, hogy ezzel segítek. És rájöttek az emberek, hogy itt akkora kész átverés show történt eddig is, mert ugye miért mondom, hogy eddig is? Hát figyelj, nagyon egyszerű dologgal fogom szemléltetni. Én, ha odadok neked egy cseppet, vagy odadok neked egy teát, vagy odadok neked egy írásos megoldást, egy táplálkodási rendszert, nem lesz mellékhatása. Elnézést. Lesz. Pozitív mellékhatása. Uh-huh. Tehát nem várt hatások jönnek még egymás után, mert nem szintetikus búsetekkel dolgozok, hanem valódi megoldásokkal, azzal szemben, amit ugye elmész egy orv lövészhez, uh-huh. ő pedig ad neked egy csomó szintetikus hülyeséget, aminek lesz körülbelül 8 mellékhatása. Ja, hogy a mellékhatása majd megint visszamész hozzá egy másik gyógyszerér. Az E betűt kicserélném a gyabetűre. De uh-huh. nem is mondom ki. Szóval utána megint visszamész, mert a mellékhatást is kell kezelni. És mire észreveszed, a férfizetésedet odahortad gyógyszerekre, szintetikus vackokra, és még mindig nem vagy egészséges. Sőt, betegebb lettél. Még összeszedtél másik 5 féle betegséget. Mert közben tönkre ment a mikrobiom rendszered, közben kaptál egy csomó gyulladást, vagy allergiát a gyógyszerektől, olyan mellékhatásai vannak, hogy azt se tudod hol, vagy másikat a faladja, és egyszer megunják az ember. Most már látják, hogy ez egy zsák utca. Be vagyunk csapva. Ha nem volt elég, még nem értették meg, akkor 2020-tól szerintem megértették. Mert olyan dolgokat szabadítottak ránk, amit igazából nem vártunk volna. Tehát sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon sok orvos felelőtlenül végzi a munkáját. Nem tudnak felelősséget vállalni, miért tesznek. Én igen. Mert tudom, hogy mit csinálok. Tudom, hogy mit adok oda, hogy mire. Igen, tehát... Robi, hány éves vagy? Férfiaktól meg lehet kérdezni. 54. 50, nem látszol annyira. Ebben a évtizedekben, ahogy eljutottál a nullától, vagy egy éves kortól idáig, nagyon sok mellék, csak egy kicsit azért, hogy beszéljünk már rólad is, nagyon sok mellék utca volt, amikor úgy mellé mentél dolgoknak, vagy azért mindig tudtad, hogy melyik a fő utca, csak néha benéztél egy kicsit ilyen mellék utcákba, de maga az iránycsapás ez volt, hiszen ugye sporttal is foglalkoztál, egészséggel is, ugye most ezzel a természetgyógyászattal, tehát valahol ezt tudtad, hogy neked ez a feladatod, ha lehet ilyet mondani.
Igen, tehát az ember ezt valahol már gyerekkorában érzi, hogy valahol, tehát neki hol lesz a helye. Tehát én tudtam, hogy az orvoslás, gyógyítás, anatómia, igen, biológia, tehát nekem itt kell valahogy mozognom. Csak ugye, tehát eljátszottam a gyerekkoromat, nem vettem nagyon komolyan, sajnos a szüleim annyira nem vették komolyan a karrieremet, és bizony nem lettem doktor. Tehát, de ezen a vonalon haladtam tovább, mert éreztem, hogy tehát nagyon vonz. Tehát ami a testem belül van, a sejtem belül, ott én őrült voltam érte. Tehát anatómia szakversenyeket nyertem, és ilyeneket, mert engem ez annyira érdekel. És ugye, de természetesen ugye megint ugye fiatalság, bolondság, elment a karrierem ugye abba az irányba, hogy üzletemben lettem, bizniszemben vállalkozó, pénzt csináltam, megalapoztuk az életünket, és de mindig bennem volt. Tehát mindig tanultam erről, és utána egyszer csak így 30 éves koromban újra visszatértem ugye a saját szakmámba, sőt 28-tól már, és ugye akkor kerültem a Semmelweis Egyetem, és elkezdtem folytatni a tanulmányomat, körülbelül majdnem 6 évig tanultam egyfolytában, mert elkapódott az agyam. Tehát elkapódott a gépszi, hogy ugye szoktam fel mondani, van egy olyan mondás, hogy minél többet tanulsz, annál inkább lesz, hogy milyen hülye vagy. Hát na, pont így jártam én is, tehát minél többet tanultam, annál inkább láttam, el se tudtam, hú, elszégyeltem magam, hogy ezt nem tudtad, Robi. Úristen, könyv, és akkor éjfélig, egyig, és akkor arra keltem, hogy a fejem benne van a könyvbe. Uh-huh. Úristen, megint sikerült aludnom 4 órát. Nem baj, tovább. És ugye képeztem magam, és elkapott ez a gépszi, és ugye folytattam ezt, és akkor így próbáltam embereknek segíteni, tehát visszakanyarodtam ugye a szenvedélyemhez, és ugye ez abból úgy valósult meg, hogy elkezdtem edzőtermeket nyitni. És akkor próbáltam az embereket a sportra nevelni, és tehát az életmódra, helyes életmódra. De már akkor elkezdtem szemináriumokat tartani, ez ugye 2000-es évek elején, meg 1998-tól már folyamatosan ebben dolgozom újra, tehát visszatértem a szakmámba. És ugye edzőtermeket megnyitottam, és próbáltam embereknek ugye testével foglalkozni, de külön tartottam a terembe szemináriumokat, meg ugye aztán utána később sikerült, tehát országos hírnévre szert tenni, és ugye tartottam egészségnapokat, különböző képzéseket, szemináriumokat, különböző intézmények és állami felkérése is. Tehát rádióműsorom, tévébe sikerült szerepelnem, mert ugye volt egy nagy hiány ezen a területen, sőt akkor volt nagyon-nagyon divat, akkor ment föl, hogy ez a fitness wellness, és én mint az egyik legképzettebb, tehát szakember voltam abban az időben Magyarországon, és természetesen ugye tehát nagyon sokan megtaláltak. És az eredmények is jöttek, mert ugye egészen más platformra helyeztem a megoldásokat, már akkor is ugye komplexitásban gondolkodtam, ha valaki mondjuk megkeresett, hogy jó napot kívánok, Réti úr, maga itt a tréner. Mondom, hát csúfoljunk annak. Aztán tudna nekem segíteni, mert le kéne dobni vagy 40 kilót. Remélem, hogy nem holnap. Hát nem, mondjuk holnap utára. Jó. Tehát ilyenek azért voltak. És ugye, mikor valaki nagyon gyorsan akart eredményt elén, akkor mondtam, hogy jó, akkor semmi van, akkor figyelj, akkor van egy ilyen szisztéma, van egy ilyen koncepció, ezt követed, akkor ennyibe kerül, és ennyire ott le fogsz fogyni. Tényleg? Igen. És ugye követték, és lefogytak. Na hát ez ugye futótűzként ugye elterjedt, és ugye így indult az egész, és nagyon szép eredményeket sikerült elérnem. Aztán ugye nem tudtam azonosulni bizonyos gazdaságpolitikai nézetekkel Magyarországon, és azt mondtam, hogy akkor most itt elég lesz. Azt mondta az immunrendszered, hogy köszönöd szépen, ez most akkor ezt a külső... A lelki immunrendszerem azt mondta, hogy na Robi, akkor most itt álljunk meg, és éreztem magamban annyi energiát, hogy akkor tehát édesanyám itt élt ugye az USA-ban már ugye tehát évek óta, és engedtem a kísértésnek, hogy azért tényleg szerettem volna édesanyámmal is többet lenni. Na, tudod mit, anya? Úgy megtelt a hócipőm, hogy most már tényleg jövök. Tehát egy komoly egzisztenciát dobtam fel Magyarországon, és azt mondtam, hogy akkor kezdek új életet, mert a tudásom, energiám megvan hozzá. Hát az angol nem volt meg, ugye, mert annyira nem, készségszinten nem kellett. Tehát amit tehát Semmelweisen tanultunk, hogy egy alapvető, de hát azért kevés volt az, hogy itt a boldoguljál. Úgyhogy gyorsan belejumpoltam ugye az építőiparba,
a szakmám egy picit felfüggesztettem, feltettem a szögre, na de természetesen mindig képeztem magam, mert ugye ez, tehát valakinek szenvedély, akkor szenvedély. Tehát az autóversenyző, ugye, ha egyszer autóversenyző, akkor autóversenyző marad egy életen keresztül. Hát ugyanígy vagyok ugye a sejtannal, meg tehát a sejtbiológiával, tehát az anatómiával, hogy nekem ez marad szenvedélyem mindig. És ugye mindig tanultam, képeztem magam, és akkor úgy éreztem, hogy na most jó az angol, most már fölvettem, akkor gyorsan félre is tettem az egész építőipart, és újra visszatértem a szakmámba, tehát körülbelül egy olyan 4 éve. Úgyhogy, és hál' Istennek azóta egy nagyon komoly népszerűségre tehát sikerül szert tennem, mert közel 20 000 fős csoportot sikerült felépíteni. Azért az nem piskóta. Tehát 10 000 körüli, tehát a YouTube csatornán is. Tehát ugye emberek érzik azt, hogy szívből teszem, amit teszek, és van mögötte tartalom, mert ugye, ha nem így lenne, nem fordulnának ennyien hozzám, és nem követnének ennyien. De mivel valódi megoldásokat adok, és felnyitom az emberek szemét, hogy elsődlegesen a feladat az, hogy tanuljunk már emberek. Uh-huh. De lehet, hogy neked el kellene kezdeni akár fiatalokkal is foglalkozni, nem? Nekik egy-két ilyen dolgot elmesélni. Ilyen tök közé, tehát most jó, persze, amit elmondtál, annak mondjuk a 60%-a nincs meg, de úgy el tudom képzelni a dolgokat, és hogyha, ha úgy állítasz példákat, úgy mondasz egy dolgokat, hogy a gyerek is megértse, akkor már is pótoltál valamit. Ezt csak így most gondoltam egyet. Hogy... Ott kell elkezdeni, nagyon, nagyon okosan gondolod, ott kell elkezdeni. Tehát már ez gyerekkorban, én nekem az a nagy álmom, a nagy vágyom, hogy egy olyan pozícióba tudjak jutni esetlegesen, még azért van bennem annyi energia, természetesen nem érzem magam idősnek, hogy tehát Magyarországon a képzési rendszerben tudjak esetleg segíteni. Van tehát nagyon jó koncepcióm, hogy hogyan lehet már általános iskolában játékosan ugye gyerekeket így szépen lassan megtanítani a saját testük ismeretére. Alapismeret játékosan. És ugye úgy, ahogy megy föl tehát az iskolák száma, tehát 5., 6., 7., 8., majd szakközépiskola, gimnázium, úgy egy kicsit erősíteni, vagy csoportosítani azt a bizonyos anyagot, tehát mondjuk a gimnázium elsőben mondjuk a test külsejét és a külső behatási tényezőket. Másodikban már a mikrobiomról, meg ilyenekről kicsit beszélgetünk. És mire kész van az iskolával az emberke, addigra ismeri a testét. Wow! Ismerem a testem? Akkor azt jelenti, hogy sokkal jobban tudok róla gondoskodni. Így van? Aztán hozzáteszünk egy kis gyógynövényismeretet, nem kiirtani a pallagfüvet, meg kiirtani minden pongyolapittypangot, mert a pongyolapittypang például ez nagyon-nagyon erős AC2 receptor megkötött, tehát mindegy, szóval, tehát használják most is, tehát a COVID protokollban, ilyen apró növényeket, amit lesprézünk, mert ugye nem kell, mert nem szép zöldben nem jó a sárga. Yeah. Közben az egyik legkomolyabb gyógyszer. Tehát ilyeneket is jó lenne azért megtanítani az embereknek, tehát így van, nagyon okosan látott. Már gyerekkorban kell elkezdeni, ebben partner vagyok egyébként. Tehát, hogyha tehát iskolák... Megvan az új csatornánk. Ja. Mert azért tetszik, hogy tényleg, én most visszakanyarodok megint ez a bőröz, ahogy elmondtad, hát faszki. Hát még szensz, ugye? Hogy erre nem gondol, mondjuk én, biztos rajtam kívül mindenki gondolt rá, de hogy én nem gondolok erre, hát ez hihetetlen. Hát nagyon. Emberek 80%-a, nem hidd el nekem. Tehát ezért van a erőm ezen a piacon, mert embereknek nem csak valódi megoldást adok természetes úton mellékhatás nélkül, hanem tudást próbálok átadni. Tehát valódi tudást, ami használható, és ami valóban jobbá teszi az életét. Tehát nálam ez a lény, ez a kulcs. Tehát azt szeretném, hogy minden természetgyógyász valahogy így próbáljon viselkedni, hogy ne szégyelje és ne féltse a tudást, ma úgy nem jön hozzá vissza a kliens, nehogy nem. Meg ha nem ő, majd jön a barátja. Nem erről szól az élet. Yeah. Tegyük jobbá az egész életet. Tegyük jobbá az emberiséget. Ne féltsük az információt. Én látod... Jó, csak az a baj, hogy ilyen kis százalékban vagytok ilyenek, nem? Azért próbálom propagálni ezt, hogy tehát egy új utat nyitni, tehát a gyógyászat felé egy új utat nyitni, hogy ne csak gyógyítsuk meg az embereket. Látod, ez a másik. Nem is használnám ezt a szót, hogy gyógyítani. Miért? Mert kisajátította magának a Big Pharma. Milyen alapon? Álljon meg egy szóra. Milyen alapon? Tehát amikor hozzám fordul egy anémiás 12 év
orvosi ellátás után, hogy nem sikerült megoldania, hozzám fordul, és egy hónap alatt megoldom, elnézést, az K.O. Uh-huh. Tehát nem lehet mondani, nem gyógyítottam meg, meggyógyítottam, mert ott van a vérvétel. Meg uh-huh. tudom mutatni. Szihetetlen. Meg tudom mutatni a vérvételt, a nyilatkozatát, uh-huh. hogy egy hónap alatt sikerült anémiából kihoznom. Vagy pajzsmirigy problémából. És ez, ki akarták venni a pajzsmirigyemet? Ha 2 hét múlva lesz a műtétem, mondom, Rózsika, nem lesz műtétje. Nem kell kivenni. És nem de volt? Biztos, és nem volt. És épül vissza a pajzsmirigye. Tehát a T3-T4 hormon szintje folyamatosan emelkedik, és az orvosok nem tudják, hogy what the hell is going on? Rózsika, maga mit csinál? Mondta neki, Rózsika, el nem mondja, mert akkor mindent áthúznak. Uh-huh. Csak csináljuk a dolgunkat, és nem lesz semmi baj. Minden jó. Nehéz a szabadó vágni, az is biztos, Robi. Nagyon nehéz a szabadó vágni. Mit akartál mondani, Péter? Ezer millió dolgot. Majd a sortokban elmondod. Igen, ez téged nagyon bánt. Az igazából azt akartam mondani, hogy te az iskolába szeretnéd tanítani, vagy, de nagyon nagy ellentmondást fogsz mondani, mert nézd meg, most annyira már, még azt is mondják, hogy az a body positivity, az hogy mondják magyarul? Most már azt mondják, hogy a modelleknek is, tudod, ez a plus size modellek, uh-huh. hogyha valaki egy kicsit molettebb, igen. Ó, nyugodtan ez a te tested, tudod? Igen. Ne azt, hogy oké, mennyire edzeni, és olyan dolgok, annyira rossz. De ugye a Robi, ugye mondtam neki, hogy a fiatalok minden, lehet, hogy a Robi is úgy gondolta, nem biztos, hogy az iskolában, mert ugye nem, ez a rendszer, ez a karika, ez nem fogja beengedni. Ja. Érted? De valahogy a fiatalokat megtalálni, és hát nem tudom. De kéne, mert... De persze, hogy kéne. Mert és ez nem egy vadi új dolog most a body positivity, vagy az, hogy a molekulát fogadjuk el, hogy te túlsúlyos vagy. Ez már nem egy új dolog. Régen volt a eugenics, az hogy mondják magyarul, a eugenics, amikor a embereket írtották ki a 20-as években, tudod azt, hogy... Igen. Népírtás, igen. Tehát a spanyolnát is erről szól gyakorlatilag. Ja, az, hogy... És ez mindig is az volt most a környezetvédelem, hogy kevesebb ember szülessen, meg, és ez nem biztos, hogy jó, de itt van a természetgyógyászat, és csomó mindent meg lehet vele oldani. Különben azt akartam kérdezni, na, hogy megvágod a kezed, és ezt beszéltük a Robival a kocsiba, és heges lesz a kezed, mert van valami, mert meggyógyult. Viszont, hogyha megharapod a szádat belül, az úgy gyógyul be, hogy nincsen heg. Vajon miért? Robi, el akarod mondani te? Mondd el. Igen, tehát először is tehát a bőrön szólok, hogy a bőrön ugyanez a folyamat történne. Mert ugye, tehát a gyógyulási folyamatokhoz, tehát a sejt regeneráció szükségesek hozzá aminósavak, minerálok, stb., hogy ez nagyon jól működjön, és ezek nagyon-nagyon szépen így regenerálódnak, és egymáshoz közelítenek, és be fog gyógyulni a seb. Amiért egy seb nem tud begyógyulni optimálisan, az azért van, mert nem megfelelően működik az immunrendszer, és vagy patogén elemek jutottak oda be a vágási felületre, mert ha ezen a felületen itt most letörlöm, nincs semmiféle patogén elem, megvágom, összehúzom valamivel, ott egy hajszálat fogsz csak látni, tehát úgy be fog gyógyulni. A baj az, hogy ugye itt már voltak patogén elemek, megvágod magad. Csak a mikrofonban nem hallod. Kicsit hátra. Okay. Tehát, hogyha megvágod magad, akkor a patogén elemek ott léte miatt kialakul ilyen mikrogyulladások, és a mikrogyulladás jelenlétével már nem fog megvalósulni a tökéletes sejt összemozdulás, áramlás, tehát nincs blokkolva van, vagy akadályozva van a sejt regeneráció. Ez azért van, mert ugye gyulladás lép föl. Uh-huh. Miért nem történik meg ez mondjuk a szájüregben? Az előbb elmondottak miatt, mert működik egy úgynevezett mikrobiomrendszer, ezt mondom sokadjára, és az a mikrobiomrendszer, ami a szánkban uralkodik, az a baktériumállomány, ami segítő, tehát még egyszer nyugi, opossum, tudod, mindenki nyugodjon le. Csáva? Én nem mondtam ilyet. Mondjad ki. Tehát nyugi, mert ezek a baktériumok segítik az életünket, és a szájban lévő baktériumok miatt
történik meg egy sokkal gyorsabb és sokkal optimálisabb regeneráció, és az előbb elhintettem egy szót, ami tehát a lizoszom például, ami a, tehát a nyában lévő antipatogén enzim. Tehát biokémiai úton is próbálja ugye a szervezet, a mikrobiom rendszernek a része, a szervezet közömbösíteni a patogén elemeket. És ezért ott szinte nagyon nehezen valósul meg a gyulladás, akkor tud megvalósulni, hogyha felborul a szájüregben a mikrobiom rendszer. Valamelyik baktérium ugye túlsúlyba kerül, patogén elemek túlsúlyba kerülnek, akár a fogíny között például bereked valami, az begyullad, genykeltő baktériumok, vum, már is elindult. Uh-huh. Akkor nem lesz ilyen szerencsétség ember, nem fog ilyen nagyon gyorsan begyújni a szájban lévő seb, de nyilván ez tehát a mikrobiom rendszer miatt a válasz. De akkor azért. Igen, de akkor azért van, amikor így megvágjuk, vagy megszúrjuk az ujjunkat, gyorsan egy kicsit megszopogatom, megnyálazom, és akkor úgy szinte látszódik, hogy majdnem... Egyrészt tehát a felületén lévő mikróbákat a nyállal lemosod, beviszed a testedbe, letisztítod, és a nyába lévő olyan segítő enzimeket és mikróbákat ugyanakkor azt bejuttatod, oda juttatod, és ezért van az, hogy a kutya nyalja a sebét. Uh-huh. Igen, tehát ezért gyógyul be például sokkal gyorsabban. És a másik kérdés, azt vagyunk kérdezett? Kérdez. Tehát mikor a kígyó például, amikor megmar, meg minden, akkor azt mondják, hogy ki kell szívni, és akkor azt kiköpöm a mérgét, és közben az én nyál termelődésemmel gyógyítom azt a... Vagy ezt nem jól látom? Na, ez egy kicsit másik sztória azért, tehát ott a kígyó méregben olyan erős toxinok vannak, hogy azonnali sejtpusztulást tud okozni, tehát sejtel, ha azonnali, tehát apoptózist. Tehát nem apoptózis ez igazából, mert az apoptózis ugye egy tehát természetes programozott sejthalál. Ugye tehát a kígyó méregtől mondjuk olyan mértékű a toxicitás, hogy azonnal megöli a környezetben lévő szöveti sejtállományt, azonnal. Tehát nem, hogy megsebesíti, meg lebénítja, hanem azonnal megöli. És ott bizony, hogyha nem lép fel az ember nagyon gyorsan, akkor tovább terjed a nyirok és a bélrendszerben, és ha eléri a szívet, akkor gyakorlatilag szívgörcs lehet, tehát olyan szepszist kap, tehát vérmérgezést tud kapni, amit már a szervezet nem tud feldolgozni. Tehát az immunrendszernek semmelyik eleme nem képes ekkora töménységgel fölvenni a versenyt. De van a kigyómérgek, ami 1 perc, van amelyik 10 perc, tehát van hátra, aztán így 10 perc alatt gyorsan kalcolod a végrendeletet, mert ennyi. Tartós terről már nincs is szó ilyenkor. Tehát figyelni kell ezt, igen, nagyon gyorsan kiszívni, de ezt már nyállal nem tudod megoldani. Uh-huh. Tehát azért szívod ki, hogy ne menjen be a szervezetnek a legmélyébe, tehát gyorsan kiszedni, és akkor minél kevesebb töménységű maradjon a szervezetbe, de erre mondok egy nagyon érdekes sztorit. Ennek is, tehát egyik kutatásom folytán, ugye egy mellékvágányon jöttem rá, hogy szervezet annyira csodálatos, hogy képes a kígyó méreg ellen a saját védelmi rendszerét kifejleszteni. Őrület. Senki ne próbálja ki egyébként. Kipróbálta egy emberke, ráadásul azt hiszem, nem akarok adni, talán magyar számadás volt, aki elment ilyen tájföldi helyekre, és ő fejébe vette, hogy ő imádta a kígyókat, és ő kígyó méreg fejésből keresi majd a pénzét. És eladta a gyógyszeriparnak ugye a kígyó mérget, és tök jól élt. Hát igen, nem csak, hogy valaki korpa közé keveredik, tudod ezt a mondást, szóval kígyókkal dolgozom, valószínű, hogy egyszer segedbe fognak harapni. Hát meg is történt, úgyhogy majdnem meg is halt az ember, de rájött, valami öreg jelezte neki, hogy ezt nem úgy kell, öcsém, tudsz magadon segíteni. A kígyó mérget lefejtette, felhigította megfelelő arányban, és a felhigított, nagyon felhigított kígyó mérget magába lőtte. Uh-huh. És ezt megismételte minden 5. nap. Aztán minden 2. nap, aztán minden nap. Aztán csökkentett a töménységet, illetve növelte, tehát a vízmennyiségét, desztillált vizet csökkentette, és egyre töményebben, egyre ritkábban tolta magába. 80%-ban rezisztensé vált a kígyó méreggel szemben. Őrület, mit tud az emberi szervezet. Őrület. Ez hihetetlen. Őrület. Hogyha abba gondolok bele, hogy az én elméletem szerint az egész rendszerünk minden, mi is ki vagyunk találva, akkor az érdekes, hogy akkor hol tartanak azok, akik kitaláltak bennünket. De mondom, ez az én
sötét gondolkodási de módon. Nem sötét. A másik dolog, hogy maga az a beprogramozás, meg minden, meg ugye mondtad ezt, hogy ugye stresszelnek bennünket a filmekkel, ezzel, azzal, amazzal, hogy ez is nagyon érdekes dolog, de akkor is a bőrnél maradok. Oké, ha bőrnél maradunk, akkor itt van ez. Te hallottál arról, vagy az is, hogy az ultra, vagy a infrared lámpával is lehet valamennyire gyógyítani a sebeket? Tudod, az a wound heal, magyar, angolul mondva, hogy infrared lámpával, mert hogy jó. Mivel, bocsánat, hogy van kétféle, tehát van az csak ultra... beszélj a mikrofonba. Halló. Igen, itt van Robi. Tehát kétféle szó hangzott el. Tehát tehát az ultraviola és a... Tehát az infraredről akartam. Az kétféle, mert igen. A kékes fénye van, a másik az infrared, az két külön, de így van, mind a kettő baktericid egyébként, tehát mind a kettő baktericid hatással bír, tud segíteni, így van. Egyébként ezzel nem árulok el szerintem most túl nagy titkot, de tudod mit? Mégis elárulom. Ebben a műsorban hangzik most el először. Egy hete dolgozok egy olyan feltöltenítő szkennerem, ami világon még nincs. Tehát olyan feltöltenítő szkennert dolgozok ki, ami 90-95%-os hatékonysággal fog bírni, felületi feltöltenítése lesz kifejlesztve. Akkor nem kell fújkálnom az alkoholt, hanem ezt a teszerkentjét, de lehúzom a tenyeremet? Kifejezetten tehát a helységek feltöltésére lesz, tehát szanitájzál. Most kell nálunk is, igen. Szanitájzolására fejlesztem ki. Nagyon-nagyon sok technikai megoldás vár még rám, de maga a tudomány már össze van rakva. Tehát a biokémia írt, tehát a fotogenetikus része az már, tehát az mind, tehát megvan. Most már csak a technikai részét kell összerakni, hogy áramátviteltől kezdve ilyeneket, tehát finomítok rajta, de már dolgozok rajta. Úgyhogy na, zseniális. Ez valószínű, hogy szabadalommal fogom levédeni, ez egy tényleg egy olyan nem egy biofotonikus szkenner, hanem tehát egy feltöltenítő szkenner. Uh-huh. Tehát az első lesz a világon. Bízom benne, hogy kínaiak nem látták a mai műsorunkat, és nem fordítják le, és azt mondják, hát ez a miénk, csincsa, vanika, hitnyitja, ez szép, gratulálok. Többféle dologból fog állni egyébként, de ez is nagyon sokat fog. Na, kíváncsiak leszünk rá, hogyha elkészül. Ígérem, hogyha elkészült, akkor ebben a műsorban is be fogjuk tudni mutatni. Az lett volna a legszebb, azt mondod, hogy itt mutatjuk be először, de hát jó, ezt nem kérhetjük. De miért ne? Miért ne? Legfőbb nem kapjuk meg a lehetőséget. Kedvelek annyira benneteket, hogy erre van esély. Na! És még autókról nem is beszéltünk. És még autó, azt már a következő műsorban szerintem hozzákezdni majd. Réti Nagy Róbert, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Az biztos, hogy tehát mi azért küzdünk és harcolunk a Péterrel, hogy valaki eljön hozzánk vendég, mond egy szó, egy mondat, vagy bármi kijön belőle, és valakinél ez beragad, akkor ez tökéletes. És ahogy mondtad ezt a bőrt, ez például nálam nagyon beragad, gondolom másoknál is, meg érthetően nagyjából elmondtad, tehát ugye nagy ívben, vagy hogy kell ezt mondani, hogy sejtem most már tényleg, hogy mennyire fontos ez a dolog, és csak gratulálni tudunk ehhez ismét, hogy még mindig ilyen energiával tolod, ez jó, ez tetszik. Egyre több energiával, tehát minél több sikert konstatálok, annál inkább feltölt. Tehát engem tehát az öntöző rendszerem. Uh-huh. Tehát engem az éltet, tehát a sikerek éltetnek, és ugye ezért haladok ennyire a munkámmal, és ezért követnek egyre többen, mert ugye jönnek az eredmények. Óriási. Tehát tényleg azt kívánom mindenkinek, hogy ezt élje át. Uh-huh. Hogy hány embernek tudtam már segíteni. Tehát ez már több ezret jelent, amit így, tehát a munkám során, lefogyasztani embereket, vagy izmot építeni, vagy éppen a tájroid problémáját, vagy a keringési rendszerét, érrendszerét, COVID-ból felépülni, post-COVID-ot kezelni, tehát ezeket. De ez hogy képzeljük, van egy rendelőd, vagy elmész emberekhez, vagy találkoztok valahol, vagy? Ha most valaki azt mondja, hogy fú, ezt a Robi tényleg érdemes lenne, sok mindenben nem értek vele egyet, de sok mindenben igen, hol találom meg, oké, hogy a Facebookon meg elérhetőségeket a Péterbe teszi, de hogy? Tehát kimész valaki ez, vagy? Manapság olyan,
olyan technológiák vannak, és most már annyira megszokták az emberek, hogy nem feltétlen kell eljönni személyesen. Tehát leletekből, eredményekből dolgozok, vérvételből, én is, tehát nálam is van állapot felmérés, nyilván megvannak, tehát a tünetek is, ugye hány éve táplálkozási rendszer, tehát van egy adatlap, az kitölti az ember, tehát én kapok egy térképet, tehát én addig gyúrom az egészet, az emberkét, míg nem látok egy térképet róla. Tehát fel kell állítani egy anamnézis, hogy ugye lássam, hogy tényleg mi a probléma. Megvannak a megfelelő kérdések, látom, hogy mi a probléma, megvannak a tünetek, visszavezettem egészen gyerekkoráig, tehát sok kérdés elhangzik, és nagyon sokat kell ahhoz túróráznunk, hogy még akkor nincs is megoldás, csak látom. Na most látom, hogy honnan, mi a problémád, és honnan jött a problémád. És akkor megvan a térkép az emberről, akkor utána nagyon gyorsan lehet adni a hármas tagolódás alapján. Tehát egyszerre a test, egyszerre a lélek, és egyszerre a szellem egészségét is optimalizálni. Külön-külön és egymással gyakorolt hatását is. Tehát ennek mind szinergiában is egyensúlyban kell lenni. Jó, akkor keressenek bátran, nyugodtan téged. Akkor nekem ez tetszik. Jó, ügyes. Lehet, hogy sokat kell várni, mert nagyon sok az előjegyzés, de igyekszem. Tehát magyarokat mindenféleképpen előtérbe helyezem. Legfőképpen magyarul tartom még a szemináriumokat, illetve segítek embereknek, hiszen ez az anyanyelvem. És azért valljuk őszintén, igen, bevallom, hogy van bennem egy jó erős patriotizmus is, tehát magyar ember lévén inkább először ugye, tehát magyaroknak szeretnék segíteni. Elnézést az amerikaiaktól, de nálam, tehát magyarok az elsők. Úgyhogy én igen, tehát nagyon egyetértek veled, Attila, tehát zárszónak annyit szeretnék mondani, hogy tehát a képzésben látok nagyon nagy jövő építő eredményt, hogy már iskolás korban akár alsó tagozattól kezdeni betenni a tananyagban egészségvédelem, táplálkozástan, külső behatási tényezők, káros külső behatási tényezők, mert itt nagyon sok minden befolyásolja ugye, tehát az embernek az egészségét. Az egyetemes egészséghez egyébként nem sok minden kell. Tehát nem árulok el nagy titkot azzal, hogyha azt mondom, hogy az emberi szervezet egy csoda. Ezt már megállapítom. Igen, tehát ez már egy közös konszenzus, ezt már tudjuk. De nagyon egyszerűen nem nekünk kell kitalálni, hogy védjem meg magam a patogéntől, mert ez már kivonta, ez úgy, ahogy mondtad, hogy akkor gondoljuk el, hogy aki megtervezett minket. Igen, ez egy másik téma lenne, tehát erre is vevő vagyok, tehát ezen a területen nagyon-nagyon jó eredményeim vannak, hogy honnan is származott az ember. Tehát nem Darwintól maradunk annyiba. Másodikos szakközépiskolás koromban kaptam érte egy egyes, és a tanárom az majdnem kihajtott az iskolában, amikor a darwini elméletet megbuktattam. Aztán most már ő is látja, hogy okay. Na mindegy, szóval, hogy a tervezők mennyire megterveztek minket, tehát nem kell nekünk kitalálni. Nyugi, oposzom, tudod, megint. Csak vidd már be, ember, a megfelelő tápanyagot a testedbe, és ott majd ő tudja. Ő intézi. Aminósavakat vagyunk képesek előállítani. Enzimeket, vitaminokat termel a testünk. B és K vitamin termel a B-flóránk. Antioxidásokat termelünk. Miről beszélünk? Mi egy gyár vagyunk, tehát egy önellátó gyár vagyunk. De világos, hogy semmiből mi sem tudunk előállítani. Az kell szén, nitrogén, oxigén, kellenek minerálok, igen, nyomelemek, hogyne. Ezeket kéne csak bevinni. Ha ezeket bevisszük, majd a testem tudja. Csak ez a hiába, most meg fogsz lepődni, de szerintem a hallgatók is. 2022-ben a modern civilizációban, ahol minden van, fotós telefon, meg videóhívás, meg 5G, meg 6G, meg minden turbó, és minden high-tech, ebben a civilizációs korban emelkedik a civilizációs betegségek száma. Miért? Mert olyan külső káros behatási tényezők vannak, amit elfelejtünk kompenzálni. És hiánybetegség van. Tehát emberek, az emberi betegség és az egészség állapot romlásának
90%-ában, most már sajnos nem, mert ugye a pszichológiai behatás, tehát a pszichohadviselés miatt ugye immunszupresszió és immunhiány lép fel, tehát stresszelik az embereket, de a COVID előtt mondjuk, akkor így körülbelül 80%-ban hiánybetegség. Tehát ásványi anyagok és mikronutriensek hiánya okozta, és okozza mai napig is az alapvető betegségeket. Fél óra alatt bebizonyítom, tudományosan, hogy például egy rák, egy cukorbetegség, az melyik szervtől és hova vezethető vissza, mert az a szerv nem tud jól működni. Például pajzsmirigy nem működik, anyagcsere zavar. Pajzsmirigy nem működik jól. Elnézést, vissza. Miért hiszik az ember? Persze vannak lelki okai, de a legfőbb a vezérlés. Tehát az elhízás, ez egy anyagcsere betegség, azért többek között, mert a szabályzás, a hormonális szabályzás eltűnt, vagy lecsökkent. Tehát a bizonyos T3 hormon, amit a pajzsmirigy termel, nincs elegendő koncentrációban a vérben, ezért nincs meg az anyagcsere szabályzás, és emberi így elhízik. És nem tudja, hogy mitől. Alig eszek. Igen, csak az a baj, igen, csak amit eszel, az nem jó helyre megy, mert a szabályzó hormon zsuty, a béka fenekébe van. Tehát mit kell csinálni? A pajzsmirigyet támogatni. Oké, hát ez könnyű. Hát nem annyira, mert nem tudjuk, hogy mi kell a pajzsmirigynek. Nem baj, elmondom. Cink, ne, először is jód, szelén, cink, magnézium. És megfelelő mennyiségű aminósav. Kell még egy-két apróság hozzá, majd ezt elmondom. Mert sajnos nincs mindenre idő. De ha ezeket megadom a pajzsmirigynek, elkezd jól dolgozni. Ugye milyen egyszerű? Nem rocket science ez, csak tudni kell, hogy melyik szervnek mire van szüksége, táplálni a szervet, és majd a szerv, ahogy te mondtad, be van kódolva genetik, majd tudja, mit kell csinálni. Tehát nem nekünk kell. Csak végre meg kell tanítani az embereket gyerekkorunktól kezdve, és akkor egy vadonat új, és valóban jobb társadalmat tudunk felépíteni. Na, építsük fel közösen. Köszönjük szépen. Jó egészséget kívánok. Viszont kívánjuk. Ez volt a Móka Mára Péter. Elgondolkozunk dolgokon, reméljük nagyon sokan. Bőrön. Bármi hozzászólást várunk nagy szeretettel. Robit lehet keresni bármilyen témában, ami az egészséggel kapcsolatos, gondolom, meg hát az autóban is. Ne felejtsetek feliratkozni persze, ugye? Igen, és minden hasonló jó dolgot kívánok. Igen. Köszönjünk el. Odaintegessünk. Sziasztok! Én most már vigyázok a bőrömre, azért még egy-két tetkóra eltrál megy. Sziasztok! Ciao. Hello. Sziasztok!